Köszöntök mindenkit itt a Fehérvár Televízióban, ez a Fehérvári Beszélgetések. Ugye a koronavírus árnyékában élünk, és igazából tényleg ezeknek a kihívásoknak próbálunk meg kevesebb sikerrel ugye megfelelni, valahol több, valahol kevesebb sikerrel. Kevesebb sikerrel én személy szerint a saját életemben tapasztalok a gyermekeknek az oktatása. Ugye ez minden szülő tudja, és nyilván senkinek nem kell külön mondani, hogy micsoda terhet ró ez ránk szülőkre. Akinek ugye egy gyereke van, nyilván az elviselhetőbb, és ahogy mondjuk növekszik a gyermekek száma, annál lesz durvább az otthoni helyzet. Egy helyzetkép nekem a mai napomból, csak hogy ugye mindenki tudjon ezzel azonosulni, és nyilván nem is kell ezt mondom külön bemutatni. Az ember csinálja az ebédet, közben tanul az egyik gyerek, tanul a másik gyerek, nem érti, a szülő sem érti a feladatot, hogy mondjam el, hogy fogjam a tollat, hogy fogjam a ceruzát, mit csináljak. Szóval nekünk szülőknek tényleg nagyon-nagyon nehéz úrrá lenni ezen a káoszon, és gondoltam, hogy egy nagyon-nagyon jó barátomat, aki egy tanár jelesül, egy ismert fehérvári tanárember, fejlesztő pedagógus, hívok ide a stúdióba segítségül, hogy adjon nekünk pár tanácsot ebben az időszakban, hogy a szülő miként lehet tanár, miként lehet a gyereknek egyszerre a szülő, barát, illetve oktatója, hát nem egyszerű a feladat. Stúdióban köszöntöm nagy-nagy szeretettel Korik Péter, szia! Szia Zoli, köszöntelek, és köszöntöm a televízió nézőit is. Ugye mondom a kedves nézőknek, ezt a beszélgetést én mindenféle manír nélkül szeretném letudni, tehát mint a két jó barát beszélgetne, aki közül az egyik tanárember, aki régóta ott van, aki ennek él, tényleg szívét, lelkét kiteszi, hogy milyen jó tanácsokat tudsz nekünk adni. Ugye nem egyszerű nyilván általános iskolásokkal, alsósokkal, felsősökkel, meg ugye középiskolásokkal foglalkozni, tehát nyilván mindegyiknek megvan nagyjából a külön módszertana, nekem 2 második osztályos kislányom van, ők még most tanulják az alapokat, összeadás, kivonás, szorzás, hogy fogjad helyesen a ceruzát, tehát kell az állandó segítség, és nyilván ahogy egyre nagyobb a gyerek, annál talán önállóbbá tud válni ezáltal. Nyilván a kérdés nagyon egyszerű lesz, és jobban belemegyünk majd ezeknek a rejtelmeibe, vagy ennek a mélyebb bugyraiba. Milyen jó tanácsokat tudnál adni a szülőknek? Én azt hiszem, hogy nagyon nehéz a helyzet most az oktatásban, és mindannyian először szembesülünk azzal a helyzettel, hogy áttértünk erre a digitális tantermen kívüli oktatásra, és minden korosztálynak, ahogy mondod, megvan a maga feladata és a nehézsége is. Tehát én azt hiszem, hogy ilyenkor a pedagógusnak, a szülőnek, a diáknak, és magának az egész rendszernek egy picit össze kéne fognia. És amit mondtunk, hogy általános iskolai keretek között ott az egyik legnehezebb. Amikor még kisebb a gyermek, és hogyan vagy mint lehet egyáltalán segíteni az ő munkájukat, a mindennapi felkészülésüket. A tanítónőnek és az osztálytanítónak szerintem óriási feladata van abban, hogy azokat a tananyagokat, azokat a leckéket, amelyeket szeretnének vele haladni, azokat úgy eljutatni a gyerekekhez, hogy azt kis mennyiségben tudják megoldani. Én legfontosabbnak azt tartom, hogy mindenképpen a pici, apróbb lépések szerinti feladatokkal kell haladni, mert ha megtömjük a gyerekeket rengeteg feladattal, az előbb-utóbb káoszt okoz, és nem fogják tudni elvégezni. Igen, ez a nem látom a fényt az alagút végén, vagy ha látom, akkor az a közeledő vonat, az sem szerencsés egyébként. Tehát akkor az első jó tanács az, mondjuk a tanárok felé, a kollégáid felé rögtön, hogy ne adjanak tényleg ilyen cunami mennyiségű anyagot a gyereknek, meg a szülőnek, mert bepánikol tőle. Egyrészt bepánikol, másrészt meg elvész az egész. Igen. A szülő nem biztos, hogy otthon van, és otthon tud dolgozni, hiszen nagyon sokan még munkában vannak, és munkában dolgoznak, és nem tudják megoldani azt, hogy gyerekekkel otthon tudjanak tanulni. A másik fontos szempont, hogy mondjuk egy testvér, két testvér, többen vannak, és hogyan jutnak egyáltalán géphez, hiszen mindenki most óriási felületekre tölti fel ezeket az anyagokat, ami megint csak nem olyan jó megoldás, vagy kiválasztani azt az egyet, vagy azt a kettőt, amivel a diák tényleg tud dolgozni, amit már ismer. Uh-huh. Mondjuk a piciknél itt mindenképpen nehéz az, hogy ők nem használnak még ilyen digitális technikákat, vagy ha használnak, akkor azokat nagyon pici keretek között tudják megvalósítani. Tehát itt esetleg mondókákat, verseket, számolási gyakorlatokat, online ilyen oldalakat lehet megnézni. Tankönyveket, füzeteket hazavisszük, de ott is, a munkafüzetekben is egy-egy pici részképpen kell ezt kibontani. Megijedtek a gyerekek. Én is tapasztaltam. Tanárok is szerintem egyébként. Tanárok is, és amikor kiderült, elmondtuk, hogy akkor hétfőtől beletölni a tankönyvekért, munkafüzetekért mindent ürítsenek ki, akkor láttuk a diákok arcán azt a rémületet, hogy most akkor innentől hogyan tovább. Tehát ha ezt egy nagyobbnál látom, akkor a piciknél biztos, hogy ez megint csak nehéz. Tehát most ez nem egy nyári szünet, hanem felkészülés arra, hogy tulajdonképpen itt emberséget kell adni. Tehát figyelni kell arra, hogy nem terhelem és nem tudom terhelni, mert előbb-utóbb elvész az egész. Amit még szorgalmasan csinálna, amit meg előzőleg azt mondom, hogy na igen, ezt szívesen állok neki, de amikor bejön mondjuk 4-5-6 tantárgy, és azokat hogy tudja megoldani, az mindenképpen nehézséget okoz már. Tehát én azt mondom és azt javasolnám, hogy kezdő pici lépésekben kell haladni, és amikor már egy sikerélmény éri. Most amilyen feladatot elvégez, amilyen feladatot ő tud, azt utána mindenképpen
akár az osztálytanítónak, napközis tanítónének, osztályfőnöknek, mindenképpen le kell reagálni, hogy legyen egy kis sikerélménye. Legyen az, hogy igen, én ezt jól oldottam meg, igen, én ezzel ügyesen dolgoztam, és akkor ebből egy picit tovább tud haladni, hiszen nem látjuk egymást. Nincs ez a mindennapi kommunikáció, ami ott az órán volt, hogy megyek a padok között, és azt mondom, hogy igen, ez ügyes volt, erre tudsz építeni, ez mehet most tovább, hanem itt magára van utalva idézőjelbe. Picik esetében ott még az sincs, hogy a kortárs csoportjával tudjon beszélgetni, vagy a szünetekben együtt lenni, vagy a játszótére, hiszen most mindenkinek otthon kell maradnia, sőt ez a legfontosabb, hogy otthon maradjon. És itt érkezik akkor a szülő, akinek szegény felett összecsapnak a hullámok. Ez így van, teljes mértékben tapasztalom én is, meg nyilván a szülők is tapasztalják. Ugye amikor bejelentették, hogy lesz ez a digitális távoktatás, ugye ezt nyilván úgy képzeltük el, amiben már akkor is voltak, ugye persze itt ez még gyerekcipőben jár, ugye a miniszterelnök úr mondta, hogy ezt elkezdték kidolgozni, de nem gondolták, hogy ilyen hamar szükség lesz rá, ugye a koronavírus miatt. Tehát ő is mondta, és ő is elismerte, hogy hát ezen még azért van mit dolgozni, de alapvetően úgy képzeltük el, vagy én úgy képzeltem el, mint sok szülőtársam, hogy bennáll a tanárnéni, tanárbátyja az osztályteremben, webkamera, és akkor a gyerekek meg otthon ülnek a laptop előtt. Nyilván itt egy nagyon komoly informatikai bázis kell, internet kapcsolat, sokaknak nincs annyi ilyen készülék a háztartásban. Nálunk ez úgy van megoldva például, hogy akár e-mailen, akár pedig messenger üzenetben ugye elküldik a különböző feladatokat a gyereknek, és hogy old meg. Ugye a szülőnek, amit mondtam, itt jön a dilemmája, hogy magyarázom el, mert nyilván én értem azt, hogy nagyon-nagyon alapszinten a matekot, hogy ez miért van, az miért van, de a gyereknek lehet, hogy én nem tudom úgy átadni, hiszen a módszertant én nem tanultam, mint egy tanár. Tehát itt a szülőknek szerintem az a legnagyobb félelme, hogy hogyan fenébe értettem meg a gyerekkel azt a feladatot. Itt mit lehet szerinted csinálni? Nehéz kérdés, tudom, és nehéz erre válaszolni, de te mit javasolsz? Ez a legnehezebb szerintem, amit mondtál, hogy hogyan lehet elmagyarázni, hogyan lehet segíteni. És szerintem, hogyha vannak ezek az okostankönyvek, amikor mindenki már látja ezeket, minden kiadó rendelkezésre bocsátotta ezeket az okostankönyveket, online tanulási tematikákat, igen, amivel picit bele tudok menni, meg tudom nézni, egy-egy szabályt rögzíteni. Nyilván a szabályt, ha egyszer elolvasom, én is tudom már egy picit úgy értelmezni, hogy ezt hogyan kellene továbbadni. A piciknél ez a legfontosabb szerintem, hogy az a szabály része, mondjuk magyarból, matematikából van, azt megértelmezni tudjam, és akkor egy-egy mondattal tovább haladni, vagy egy-egy mondattal segíteni azt, és azt pedig gyakorlással megoldani a feladatgyűjteményekből, vagy a tankönyv feladatokból lehet még esetleg ezt hozzávenni. Tehát mindenképpen nehéz. Még olyat is lehet, hogy maga a tanár küld egy-egy ilyen ajánlást, hogy akkor ő mit tart jónak. Mondtad ezt a digitális oktatást, tényleg gyerekcipőben járunk ezzel. Vannak már felületek, van, amiket használtunk, van, amiket nem ismerünk, van, amit még gyakorolnunk, tanulnunk kell nekünk is. De itt nagyon fontos szerepe van az adott pedagógusnak, aki azt a tantárgyat tanítja. Tehát ő adjon, én is adok, hogy azt hogy nézni, mire figyeljetek, melyek azok a kompetenciák, melyek azok a szakszavak, fogalmak, mondatok, amiből ki tudsz épülni, amiből van egy segítséged, amiből tudsz tovább haladni. Tehát egészében az egészet nem lehet megnézni. Az olvasás része, ami nagyon fontos, mit ismerek már belőle. A címet ismerem, mit tanultam már eddig, mi az, amire tudok építeni, mi az, amivel tovább tudok haladni. Részekre bontom, analizálom, azt a végén felépítem. Ez már idősebb korosztálynak van. A piciknél én szerintem még mindig a tanítónének van a fontos szerepe abban, hogy olyan tanulmányokban segítse a diákok munkáját és a szülők munkáját, mert ott a szülő az, aki a legtöbb feladatot végzi azzal, hogy gyere, üljünk le, dolgozzunk. És ugye ez sem lehet, mert valaki később érkezik haza, nem biztos, hogy úgy tud már vele délután dolgozni. Egy napi rendet fel kellene építeni, ami megint csak nehéz. Tehát itt nagyon sok buktató van abban, hogy összezuhat egy egész napja magának a diáknak. Na, pont ezt szeretem volna kérdezni a következő kérdésem, vagy kérdés halmazomban, kérdés cunamimban, hogy az első kérdés az, hogy naponta te hány órát javasolsz tanulni, mert nyilván ez kivitelezhetetlen, hogy reggel 8-tól, mit tudom én, délután 1-2-ig, akkor csak a tanulásról szól a napunk. Olyan nincs. Olyan nincs, tehát az nem lehet, nem is fogod. Felejtős, hogy szoktuk mondani. Így van, tehát nem is fogod ülni. Hiába mondom én azt, hogy órarend szerint a tanulás van, és akkor ülj a reggel 8-kor. Nem mindenki ül oda. Van, aki később ébred, van, aki később kell. Tehát én azt hiszem, hogy minden tanár adjon egy támpontot, egy tematikát, hogy mit szeretne feldolgozni. Tehát én színes esetemben most 12-esekkel az érettségi, ami a legfontosabb, és felépíteni az érettségi munkákat. Tehát én most azokat a tételeket, témaköröket veszem velük, és azt kértem tőlük, hogy akár ti munkába
akár egyénileg dolgozzanak ki egy-egy olyan témát, megadtam 4 témát, és minden héten megyünk majd 4-5 témával, amiből akár egy PPT-t, akár egy Word dokumentumot, gyakoroljuk az esszéírást, 35 sor vagy 15-20 soros esszéket próbáljanak megírni. Tehát olyan feladatokat adni, és ezt jövő hét szerdáig kértem. Tehát ami ugye egy hét intervallumban. Tehát dolgozatokat iratsz velük. Tehát mondjuk, ha nem is dolgozat, picit gyakorlásképpen próbálja meg ezeket megnézni, hiszen most nem az első feladatunk az, hogy osztályozzunk, hanem az, hogy valahogy felmérjük azt, hogy minden diák benn van ebben a rendszerben egyáltalán. Van, akit nem látunk még. Hmm. Az első feladat az lenne, hogy mindenkit meg kéne keresni. Hogy látom-e, tudok-e róla, ott van-e a rendszerben, ahol elakadt, miért akadt el. Tehát valahol nincsen, ahogy mondtad, szélesávú internet, nincs mindenkinek számítógépe, okostelefonja. Tehát nem biztos, hogy el tudjuk érni minden tanulót. Ezzel várjuk meg, amíg odaérnek, bekapcsolódnak, tudunk velük dolgozni. Hiszen itt most nem lóversenyt kell, pályát kell építeni, hanem azt, hogy az alapokra lerakva egy olyan résszel tudjunk tovább haladni, ami mindenkinek számít. És ha most egy szintet tartunk fenn, és egy-egy lépcsőfokkal építkezünk tovább, és egy-egy segítséget adunk, akkor az a legfontosabb, hiszen el kell igazodni, és óriási anyagrészek vannak, illetve rengeteg platform van, amire mindenki tölteti fel. Ez sem jó egyébként. Mm. Tehát rengeteg felé szerte ágazik, ahogy mondod, hogy bekapcsolódik reggel, igen, és akkor úristen, hol vagyok, most melyik részen vagyok, egyik talán ide küldtem, másik oda, hogy igazodok el. Tehát én azt mondom, hogy nem lehet egész nap tanulni, ahogy te is mondod. Én mondjuk reggel általában 7 óra körül szoktam ülni a géphez, megnézem az addigi munkákat, amiket küldtek, küldök minden osztálynak, akikkel órarendben van, tehát órarend szerint próbálok meghaladni én is, és ahogy bekapcsolódik, tehát mondtam, talán itt vagyok, csak elaludtam, később jelentkeztem, itt vagyok, tehát veszik, és komolyan veszik azért a gyerekek, hiszen ők is szeretnének haladni. Bármilyen azt mondjuk, hogy nem, a kezdeti lelkesedés megvan, és nyilván ők is bizonytalanok, és nem tudják, hogy meddig tart ez az egész dolog, mint hogy mi sem tudjuk. De én azt gondolom, hogy ahogy te is mondtad, ebédnél mindenképpen meg kell állni, egyen mozogjon egy picit ott a szobába, pakoljon, tereljen a figyelmét, térjen vissza esetleg, hiszen nem mindenki tud mondjuk gépelni úgy olyan gyorsan, vagy összeállítani egy ilyen anyagrészt. Tanulják, mert tanulják a gyerekek, de ilyenkor teljesen más a helyzet, mikor 5-6-7 tanulnak kell. És én azt mondom, hogy nem is lehet. Délután egy picit azért kapcsolódjon ki, beszélgessen, vagy a társaival ilyen közösen lehet esetleg beszélgetni még, és itt az egész napot semmiképpen nem kell ezzel tölteni. Órában intervallum, időintervallumban hány órát mondanál, hogy amit max foglalkozzon vele a én gyerek, azt mondom, úgy átlagolva? Hogy amikor úgy felébred, és akkor úgy elkezd majd úgy dolgozgatni, mondjuk tegyük ezt 8 vagy 9 órára, akkor azt mondom, hogy 3-4 óra hosszú az bőven elég. Tehát api 3-4 óra hosszú. Így van. Ami alsósoknál is, felsősöknél és gimiseknél is, vagy alsósoknál elég a kevesebb? Az alsósoknál ott szerintem elég kevesebb. Én megmondom őszintén, nekem naponta maximum másfél óra van, én őszinte leszek. Én azt mondtam, hogy egy másfél óra kellene. A gyerekek figyelme ott is az iskolában 45 perc között, meg a szülő is, ez így van. Tehát itt a szülőnek nem csak az kell, hanem ott van még a háztartás vezetés, ott van a bevásárlás, ott vannak a napi teendőim, ha nem vagyok otthon és nem tudok úgy dolgozni, akkor még mire én hazaérek, még akkor utána ezeket a feladatokat megtenni. Tehát nagyon nehéz, én azt hiszem, hogy ez sok szülőnek és gyereknek most derül ki igazán, hogy tényleg így ebben a munkában nem az, hogy magukra lettek hagyva, de a legtöbb segítséget nekik kell adni. Ez így van. És a diákoknak. Ez így van, ez mindenkitől nagyon nagy empátiát, türelmet igényel a gyerek részéről, és nyilván minél kisebb, annál nehezebb, minél nagyobb, elvileg annál könnyebb, nyilván vannak kivételek a szülőnek is, meg a tanároknak is, ez biztos, hogy többszörös munka, mint hogyha bemennél idézőjelben simán tanítani. Azért ugye vannak különböző csoportokat válaszolni, e-maileket írogatni, kicsit másfajta módon összeállítani a tanrendet, aztán azt lecsekkolni, tehát azért ez egy őrült nagy kihívás. Igen, ez az, de ahogy mondod, mindenképpen a visszacsatolás nagyon fontos. Így van. Tehát az, hogy gyermek küld, ő várja. Várja azt, hogy én visszajelezzek. Láttam, igen, küldik az anyagokat nekem is, és mondtam, hogy jó, ott figyelj még picit az évszámokra, azokat egészíts ki, helyesírásra törekedjél, hogy ezt javítsuk ki, hogy ez úgy hogy megy. De mindenképpen kell az, hogy eligazodást adjunk nekik, és az, amit mondtál, hogy empátia. Tehát mindenképpen az, hogy figyelni kell, segíteni kell őket ebben az új rendszerben, és az, hogy apró léptekkel próbáljuk majd tovább haladni. Én is egy-egy leckét veszek most. Uh-huh. Megmondom, hányadik oldaltól, mik a kulcsszavak, pici válaszatot adok. Tehát én vállalom, és nagyon sokan vállaljuk, hiszen nekiálltunk, és óriási online tanárbázis lett, és tanulói bázis lett, amivel próbáljuk segíteni a diákokat, mindenki nyilván a maga frontján, meg a maga erejével. De itt is az a fontos, hogy segítsük őket, hiszen ahogy mondtuk, 6-7-8 tantárgy középiskolások esetében, és ott mondjuk egy-egy olyan szakgimnázium vagy szakközépiskola esetében, ahol mondjuk műszaki rajzolás van, ábrázol, geometria, különböző digitális hát rajzolások. Tehát azokat mondjuk elég nehéz így megvalósítani, tehát nyilván itt megint a kollégáknak nagyon nagy szerepe van,
És nyilván itt a szülővel és a diákkal együtt tudunk akkor úgy dolgozni. Tehát ahogy mondod, én a kicsiknek ilyen egy és másfél tovább nem szabad. Uh-huh. Nem szabad, mert nem úgy terhelhető, nem fog úgy dolgozni, elveszti a lelkesedését. Nincs az a sikerélmény piros pont mondjuk például a kicsiknél. Meg teljesen más környezetben teljesen van más otthon, környezet van, az nem az iskola. Az nem az iskola. Iskolának megvan a maga lehetősége a tanár és a tanulószobák keretein belül, vagy a tanórán keretein belül. Most teljesen más helyzet van, amihez nagyon nehéz alkalmazkodni, és nagyon nehéz megszokni. Igaz, hogy még 5 napja végezzük ezeket a feladatokat, de már van azért nehézsége, tehát mindig újabb és újabb gondolatokkal kell tovább mennünk, vagy olyan segítő szándékkal, amivel egy-egy ilyen programban tudjuk a diákok munkáját koordinálni. A koordináció szerintem a másik legfontosabb, hogy igen, ne veszél el, hol vagy, hol tartasz, nem baj, küld el, javítsd, nézd. És nyilván, amit mondtunk, hogy ez csak az én tantárgyam, tehát van még mellettem 5-6 vagy 7 kollega, aki mondjuk ugyanezt várja el, tehát itt nagyon fontos az, hogy milyen tananyag részeket adunk a gyerekeknek, amivel tudunk haladni. Minden iskola egyébként a honlapjára fölrakta a tananyag.hu vázlatokat, minden tanár melyik platformon érhető el, melyik az a szoktatási rendszerben lévő Google Classroom, vagy éppen szabad drive-ok, vagy milyen felületek vannak, ahol elérhetők ezek a kollégák, és elérhetők a diákok is. És ott is tudunk segíteni, és én is most az osztályomat koordináltam össze, hogy figyelj, jelentkezz be ebbe még a kollega, aki ezt a feladatot oldjad meg. Tehát itt a másik nagyon fontos szempont az, hogy az összehangolt, koordinált munkára van szükségünk, és a segítségünkre. Meg fontos ugye a napi rend, amit már úgy némileg pedzegettünk, a gyereknek legyen egy ebben az új rendszerben. Tényleg nem tudjuk, hogy meddig tart, remélhetőleg minél hamarabb, hogyha megfogadják ugye az emberek a tanácsokat, amiket kommunikálnak, akkor hamarabb, hogyha nem, akkor sajnos tovább fog tartani, és keservesebb lesz. Tehát fontos a napi rendnek a kialakítása a gyerekeknél. Ugye a nagyobbak jobban megérték kisgyerekek, ugye annyira nem, tehát mondta 8-9 órától mondjuk nekiállni a tanulásnak, alsósoknak másfél óra, és hogy megyünk feljebb, hogy a 3-4 óra maximum annyi legyen az időket. Ugye a szülőnek is nyilván egy újfajta kívás, egy újfajta napi rend, az egyéb házi teendők mellett, hiszen akkor neki kell tényleg főzni, az otthoni munkákat, sokan dolgoznak home office-ba, azt is meg kell csinálni, tehát tényleg ez egy kétszeres munka azért legalább, meg a tanároknak is, hogy említettük ezt az egészet. Igen, ez egy nagyon fontos, amit mondtál, hogy a szülő home office-ba dolgozik otthon, akkor ott nem tudunk mindig ráfigyelni, nyilván van egy feladat rész, amit meg tud oldani, de nagyon sok segítséget igényelnek még ezzel a gyerekek. Tehát, hogy apa vagy anya, gyere, nézd meg, jó-e így, hogy gondolod, mi a feladat, és ilyenkor tényleg most nagyon nagy összefogásra és segítségre van szükség mindenki részéről, én úgy gondolom. Ami még másik kérdés, hallottam szülőktől, hogy próbálták a tanárt elérni, de igazából semmelyik közösségi oldalon mondjuk nincs fenn, e-mailben kommunikál, úgyhogy elküldi az anyagot, kiadja. Tehát itt a kérdésem az ilyen tanárnak a rendelkezésre állása, mennyire kötelessége, nem kötelessége, kötelessége, hogyha mondjuk van egy Facebook csoport, a szülőknek válaszolni a kérdésükre, hogy látod? Én úgy gondolom, hogy igen. Tehát nálunk is kialakítunk egy olyan formát, amivel minden tanár elérhető. Minden tanár megadta azokat a számokat, például, hogy melyik számon lehet elérni, vagy melyik e-mail címmel lehet elérni, vagy hol találják meg őt. És itt óriási felelősség van, amit mondtál, hogy el kell tudni érni őket. Mindenképpen el kell tudni érni, hiszen ő adhat támpontot, útmutatást, és a szülő elakad, akkor tudjon hozzá fordulni segítségért. Tehát nálunk is több olyan forma van, amivel mindenképpen el kell írni a pedagógusokat, és kell az, hogy tudjunk róla, hogy hogyan is tudunk segíteni. Tehát én azt hiszem, hogy mindenki, már pedig mindannyian komolyan gondoljuk a hivatásunkat, és nagyon fontos az, hogy a szülők elérjenek bennünket. Persze azoknál a tantárgyaknál, amit idézőjelben mondom, csak be kell magolni, ott talán a szülőknek könnyebb dolga van, de például ott van a matek, vagy tényleg olyan tárgyak, fizika, kémia felsőbb osztályokban, amit azért érteni kell, meg kell hozzá logika, szóval ott azért sokkal, de sokkal nehezebb egy szülőnek a dolga, hiszen ő sem érti a feladatot. Ott nehezebb, és ezért bővül mindig ez az online tanításbázis, amikor olyan oldalakat nyitnak meg. És olyan lehetőségek vannak, ahol tényleg a magyar irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, fizika, kémia, biológia, tehát mindegyik részhez csatlakozóan vannak fölön anyagok, amelyek elérhetőek, és lehet, hogy mondjuk nem mindenkinek a digitális tankönyv segít, hanem az, hogy lássam. Hiszen nekem is mondták a diákok, hogy most én nem vagyok ott, nem magyarázok, nem látnak engem ott a 45 perc óra keretein belül, tehát sokkal nehezebb, hiszen van akinek a képi feldolgozás, van, akinek az a beszéd, az a szó, az a tananyag, amikor én magyarázom el, és én mondom el, és úgy tudják feldolgozni, az jelent többet. Tehát itt vannak különböző olyan részek és ilyen digitális részek, ahol tényleg utána tudnak nézni,
És ezt tényleg ajánlom, hogy nagyon sok helyen van, szülő is be tud csatlakozni az online tanulási bázisba. Aztán még élvezik is, hogy az én gyerekeim, ugye okostelefonon vagy akár tableten, ugye találtunk mondjuk most egy ilyen matekos oldalt, igen, szórakoztató módon szorzótábla összeadás, ezt a gyerekek még élvezik is. Ugye egy darabig aztán jövők tudja, hogy meddig fogják ezt élvezni. Persze, de ha megszereti, és egy picit többet tud vele dolgozgatni, akkor lehet, hogy sikerélménye van, amit mondtunk, igen, és akkor ezzel tudok tovább építkezni. Tehát mindenképpen érdemes ezeket az oldalakat böngészgetni, és mindenki megtalálja szerintem azt a maga részt, ahol tovább tud ezekkel dolgozni vagy nézelődni. Én nem szeretek nagyon találgatni, meg vészmadárkodni, és nyilván nem is vagyok szakember, csak gondolkodom, nyilván lesz olyan, amikor ennek az egésznek vége lesz, remélhetőleg nagyon hamar. Hát a diákok tudása ugye nem lesz egyenlő, nem lesz egyforma, alapban is így van, de most szerintem lesz egy még nagyobb szakadék, aki csinálta, és aki mondjuk annyira nem csinálta lelkesen. Mit lehet akkor tenni? Nyilván ez találgatás, meg akarjuk azért tudni a jövőt ezen a szinten, akkor mit tudtok ti csinálni? Vagy mi lehet biztos, akkor? Hogy lesz, hogy mondod, tehát nem mindenki áll neki tanulni, vagy nem mindenki úgy tud felzárkózni. Márciust írjuk, tehát azért már január 24-ével lett vége a második fél évnek, eljutottunk azért már egy-két anyag részig. Rengeteg van olyan, amit még haladni kell, és még dolgoznunk kell, de biztos, hogy lesznek lemaradások. Most az a jövő feladata, hogy megnézzük, hogy ki, hogy boldogult ebben a rendszerben majd, amikor visszakerülünk az oktatási iskolába, és mindenki a tanterem köré, és akkor látjuk azt, hogy ki hol tart, de mindenképpen ismétlésre lesz szükség. Tehát én a 9-esek esetében a komplett teljes Árpád-kor. Igen. Ki, mert azt most kezdtük volna. Igen, tehát ezt az egészet, biztos, amit otthon, ezt át kell az egészet ismételni, biztos, tanári segítsége. Biztos, hogy át kell ismételni, biztos, hogy azok a tankönyveket hozni kell, venni kell, meg kell nézni, fel kell építeni, hiszen minden érettségire épülő tantárgy rész benne van minden tantárgy esetében, és itt kell egy eligazodás most, hogy mindent kiadtunk, és hogy felhívtuk azért a figyelmet azokra a dolgokra, hogy mire figyeljen és mit használjon, de ez így el fog veszni. Persze. Ez így el fog veszni. A másik, ami például a nehézség nálunk, ugye a gyerekei még abban a korban vannak, azért, hogy tudják már a betűket, írogatnak alapszinten, de még a tanárnéni ellenőr, hogy kerekíti a betűt, hogy kell kapcsolni. Tehát szülő azt nyilván nem tudja, és ha a gyereket, ne adj Isten, úgy tanítja meg, vagy olyan módon írni, ami mondjuk nem az iskolai módszer, és az rögzül a gyerekbe, tehát arra akarok kikönni a rossz tudás, hogyha rögzül a gyerekbe a tanárnak, ugye még nagyobb lesz a feladata és igen, a nehézség. Igen, ezáltal. Tehát itt óriási felelősség lesz majd arra, hogy ezeket nem hibák ezek, de mondjuk persze, kijavítani, vagy segíteni, tehát mindenképpen meg kell állnunk majd, szerintem biztos nem tudjuk, hogy meddig tart, de utána egy óriási összefoglalásra és egy összefoglalásra, egy olyan empátiára van szükség, amivel tudjuk koordinálni, és megismer azt, hogy ki hol maradt le. Mert differenciálni nem mindig lehet, sőt, be kell őket a rendszerbe állítani ezeket a gyerkőcöket, és azt, hogy tudják azokat a feladatokat a későbbiekben, hogy mondtuk az alapkészségeket javítani, vagy az alapkészségekkel együtt tovább menni, amire tud építeni. Ha nincs egy alap, amire tud építeni, akkor minden elveszett. Műsor vége felé, ugye, mint tanárember kérdezek, hogy telik neked egy napod, egy tanárnak ebben az időben, hogy telik egy napja? Hát én már éjjel is azon gondolkodom, hogy mit lehetne adni, és hogyan tudnék segíteni. Tehát amikor föl kell, én mondjuk korai kelő vagyok mindig. Az mit jelent? Tehát én 7 órakor már ott ülök a gépnél, és van, aki már ott ül. Tehát nem már várják, tehát kupillák. Egyébként mondták, hogy tanárunk, nekem már 7-kor szól a vekkel, jövök. Hozzá vannak szokva, hogy ha iskolába kell menni, a vidéki diákok már a buszon ülnek 7 órakor. Persze. Tehát van, aki mondjuk kicsit később kell, van, aki korábban, és akkor ott megfogalmazódik, hogy jó reggelt, fiatalok, ébren vagytok, nézzük a mai feladatot, hogy dolgozunk. Tehát én már reggel 7-kor odaülök, én mindig küldök olyan videókat is, ami mondjuk egy-egy történelmi résznek az összefoglalása. Nagyon jó videós részek vannak, ami mondjuk, ahogy mondtuk az előbb, ez a képi formában lévő rögzítés segíti elő, és akkor én általában délig ott ülök. Olyan 8-9 órára én odaadom a feladatokat, de ott ülök és várom a visszajelzéseket. Kérdéseket, hogy ki nem érti, így van, kérdéseket tegyenek fel. Ma is volt többször, hogy inkább megkérdezem, mondom, nem baj, kérdezz meg, nagyon szívesen válaszolok rá. Mi volt a tananyag, hogy életszerű legyen? Mi volt? A 9-esekkel kezdtünk, és akkor a 9-esekkel most a magyarság őstörténetéről kezdtünk el beszélni, és eljutottunk egyébként most levéldiáltalkozás, ez a rész volt. 12-eseknek adtam tételeket, hogy akkor nézzék meg, hogy melyik az a 4 tétel közül Tatájárás, például Károly, Róbert, Hunyadi, Mátyás. Ezek elég hálás és tételek. Ezek hálás tételek, mondtam, nem ilyen ezekkel kezdünk például, hogy a kiegyezéshez vezető út, amit nem igazán kedvelnek, vagy az aténi demokrácia. Világháború, igen. Világháború is, igen. Úgyhogy ők azzal van, aki már elküldte a PPT-jét például. Tehát összeállította, szeret ezzel foglalkozni, hogy mondtam, hogy annak nagyon örülök, majd megnézem. 11-esekkel egy témakörünk maradt a második világháború. Tehát ott egyelőre odaadtam a második világháborút.
egy-két anyagrészt már küldtem nekik, és akkor mondtam, hogy na akkor ebbe még egyelőre merüljetek el, majd a jövő héten folytatjuk, most még egyelőre ez nincs. Befejeztük, Darányi Kálmán és Imrédi Bélágítottunk, úgyhogy abból készítettem én is egy kis feladatlapot nekik majd, de mondtam, hogy nem kell aggódni, ismerkedünk ezekkel a feladatos oldalakkal is. De ez a legjobb, hogy mondod, nem kell aggódni, igen, ismerkedünk vele, nyugi van. Hogy ne idegeskedjetek, megnézzük, ismerkedjél vele, ők ezer részt tudnak, én nem annyit. Tehát én most összeállítottam egy ilyen feladatsort, nagyon jó magyar tulajdonban lévő feladatos oldal van, és mondtam, hogy ezt megcsináltam, jelentkeztek be a direkt címre, és akkor ezzel majd nem most megbeszélünk mindent, lépésre lépésre haladunk, és ezzel próbálok meg nektek segíteni, úgyhogy a 2.11-es osztályom ezt kaptam, a 2.12-esnek elküldtem ezeket az érettségitémakörökre, a 9-esekkel pedig elkezdtem akkor az ős történetet. Itt vagyunk sajnos a beszélgetésnek a végén. Szeretném, hogyha tanároknak, szülőknek és a gyerekeknek adnál egy mondatot, hogy mit tanácsolsz nekik? A gyerekeknek mindenképpen azt mondanám, hogy ne ijedjenek meg, és próbáljanak meg ebben a helyzetben is szorgalmasak lenni, és dolgozni a saját kereteiken belül, segítsenek egymásnak, ha valamelyik diák elakad, akkor hívják föl, ők nagyon sok csoportban vannak. Igen. Segítsék egymást. A szülőknek mindenképpen az, hogy koordinálják egy picit a gyerekek munkáját, tehát ahol kisebbek ott a tanárnénivel, vegyék fel a kapcsolatot, mert fel kell venni, egy picit kérdezzenek, hogyha van idejük, de nyilván a tanárnéninek is a legfontosabb az, hogy magától küldje, tehát nem kell megvárni, amíg ugye a szülő esetleg jelez, ne vegye ugye ezeket a kérdéseket, igenis terheljenek bennünket, mi is terhelve vagyunk, de a diák is terhelve van, mindenki, de el kell jutni egy olyan szintre, hogy ezt a hivatást, ezt egy oktatás, azra a diákokat nézzük, és az ő életüket tudjuk segíteni, és ebben tényleg a szülőnek, a tanárnak, a diáknak egy összehangolt munkájára van szükség. Igen, tehát lényeg az összefogás. Lényeg az összefogás. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk, tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.